Pakson az egyik pincében lett rosszul egy férfi néhány napja. A mozdulatlan testét a szomszédja vette észre, azonnal hívta a tűzoltókat, akik még időben kivitték a friss levegőre az időközben magához térő áldozatot. Ugyanilyen baleset történt 2 nappal később is a városban. A helyiektől úgy tudjuk, hogy az áldozat ugyanaz a férfi volt. Mindkét esetnél a mustgáz erjedése okozta a hirtelen ájulást. A mustgáz, vagy ismertebb nevén a széndioxid önmagában nem mérgező, viszont mivel az oxigénnél nehezebb, ezért egyszerűen kiszorítja a levegőt a pincékből. A hagyományos gyertyás módszert szoktuk javasolni, ami azt jelenti, hogy úgy megyünk le a pincébe vagy a feldolgozó helyiségbe, hogy egy gyertyát tartunk magunk előtt. Ezt jó, hogyha rárakjuk valamire, például egy lapátra, egy partvisnyére, valahogy rászerkeszik, és magunk előtt tartva megyünk le a pincébe. A gyertyának ugyanis oxigénre van szüksége az égéshez, ezért ha elalszik, már tudni lehet, hogy nincs elég levegő a helyiségben. Egyetlen liter must nagyjából 42 liter széndioxidot termel az erjedése alatt, a tiszta mustgázból pedig akár egy levegővételnyi is ájulást okozhat. Ezért annak is nagyon óvatosnak kell lennie, aki az így bajba jutott személy segítségére próbál sietni. Ne siessünk bajba jutottnak a segítségére, hiszen magunk is nagyon könnyen bajba kerülhetünk, mert a széndioksziddal telített helyiségbe csak sűrített levegős oxigénpalackkal lehet biztonságban lemenni, vagyis azonnal hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. A katasztrófa védelem szóvivője szerint a hagyományos gyertyás módszer mellett hasznos lehet egy széndioxid érzékelőt is felszerelni a borospincékbe. Egy ilyen eszközt néhány ezer forintért lehet beszerezni.